sporttal folytassuk, hiszen nem csak akkor ülünk, hogyha egy magyar csapat ér el sikert, hanem akkor is, hogyha egy magyar sportember egy külföldi csapatban. Az elkövetkezendőkben Varga Tamással, vízilabdázóval beszélgetünk. 5 másodperc támadó idő, még kiállítás a horvátoknál. Hinicset küldik ki, kezd elpattanni a horvátok idegrendszere, Varga Tamás! Akkora gólokat szokott lőni ez a fiú, hogy csak na. Varga, kettős ember előnyben vagyunk. Jöhet az első kiállítás, gól! Gól közben, Varga Tamás! Nem később jön elő az a feszültség, hogy mindig nyerni kéne. Varga minden mérgét beleadta ebbe a lövésbe. Bemegyünk a falba, a nagy lövők hátul. Kapufát lő Varga, de visszapattan a labda hozzánk. Most már szeret minket a labda, visszajön, ha elmegy a kezünkből. Úgy van! És Vargán van, van kurázsi, hogy ismételjem. Kis Gergely. Szép játék! Varga Tamás, az egyenlítő magyar gól szerzője. Varga Tamásnak nem csak múltja, hanem jelene is van, sőt, jövőjét is tervez. Ugye az olimpiáig, a 2012-es olimpiáig mindig mindenképpen előre látsz, de most azért hívtunk el többek között, hogy gratuláljunk a LEN Kupa győzelemhez. Te egy ilyen kabala vagy kulcsfigurája lettél a LEN Kupa győzelemnek. Miért is? Mondd el inkább te. Hát tavaly a Szegeddel ugye megnyertük ezt a kupasorozatot, és ugye az idén sikerült újra a csúcsra érnem a Kataró együttesével. Erről a klubról annyit kell tudni röviden, ez egy montenegrói frissen alakult gárda. Ebben az évben indultunk először a Jadranska ligába, és tavaly elindultak a Nemzetközi Kupába. És a pikantériája a dolognak az az, hogy őket vertük ki a 16 között tavaly a Szegeddel, és ugye én tavaly a csúcsra értem a Szegeddel, és most megvettek engem, és most velük is sikerült a csúcsra érni. És jövőre kivel fogsz a csúcsra érni? Azért kérdezem, hogy egy nagy vándor vagy, mert ha jól számoltam, akkor ez a 9. klubod, az a Kattaro. Hát igen, a Vasasban voltam 7 évet, az az egy volt, ahol az is megszakítása volt, egy 4, aztán volt egy sérülésem ugye, utána újra egy 3 éves ciklus. Hát én Szegeden igaziból maradtam volna, sajnos annak anyagi okai voltak, hogy el kellett mennem, mert hát az utolsó pillanatban ugye bejelentették, hogy 30%-kal kevesebb lesz a fizetése mindenkinek egy LEN Kupa győzelem után, és hát én nekem sajnos voltak családi változásaim is ebben hát az évben. De nem, ez így van, és muszáj volt mindenképpen, az anyagiak miatt kellett mindenféleképpen külföldre mennem. És jövőre? Látod már a jövő évedet? A jövő évem az most még abszolút képlékeny. Benne van az is, hogy Magyarországon folytatom a pályafutásomat. Odakint természetesen mindenképpen szeretnék, hogy maradjak. Még nem ültünk le, mert én még szeretnék egy hónapot adni annak, hogy esetleg sikerül visszatérnem. Azért is kérdezem, hogy tudjam, hogy kire fogadjak, hogy kinyeri majd a LEN Kupát a következő évben. Ami veled kapcsolatosan nagyon érdekes, hogy te abszolút a kínai horoszkópban hiszel, vagy aszerint alakítod az életed? Ez a menne mondom, mi az igazság ebből? Hát az igazság az, hogy itt ebben lehet hinni, meg nem hinni, ez működik. Tehát nekem a kínai, ugye a kínai horoszkópban, hát ezt hiszek, én ezt szerint élek, inkább így mondanám. Nagyon röviden, mi a differencia? Nagyon röviden. Hát nagyon röviden, ez egy nagyon komoly témakör. Nekem ugye az én mesterem az egy angol hölgy, Neuhauser Krisztiának hívják, aki több 11 éven keresztül tanulta ezt Kínában egy nagyon komoly mestertől, és nekem napra lebontva megvan, hogy minden napomon, mely napomon mehetek üzleti tárgyalásra, szponzor tárgyalásra, akár bármiféle az üzleti életben is ugye, amikkel foglalkozom. Tehát mai napodban benne volt mondjuk egy ilyen tévéadás? Hát a mai nap délután az egy ilyen semleges nap, tehát ez tulajdonképpen... Tehát ez most akkor ez belefér. Most úgy belefér. És az étkezésre is vonatkozik? Az étkezésre még komolyabban. Én nagyon nagy hangsúlyt fektetek a sérülésem óta, tudod, itt volt ez a bejátszás, hogy ekkor tértem vissza a válogatottba. Azóta nagyon komolyan az étrendem is, hogy mi az, amit kell ennem, mi az, ami... Oda kell figyelnem az étrendemre, oda kell figyelnem tulajdonképpen a táplálkozásra, a táplálék kiegészítőkre. Ugye több szponzor is van, akik támogatnak ebben, nevüket nem mondhatom most ugye, de ezekre tényleg nagyon odafigyel. És a horoszkóp, az hogy tudja előírni azt, hogy például mit egyel? Mert ugye ez a fajta európai horoszkóp, amit ugye mi használunk ebben ilyen
nem a horoszkóp tegyél. Írja elő, van egy külön táplálkozást, akivel megbeszélem, hogy én nekem mi a jó, mágneses bioezenciával mérnek folyamatosan, hogy mik azok az anyagok, amiket ehetek. Ez még a sérülésemből maradt meg, csak én folytattam tovább, még tökéletesebbre akarom fejleszteni. A horoszkóppal kapcsolatban, hogy az ember életében vannak ciklusok, 10 éves ciklusok, és nekem nem véletlen, hogy én ilyen sikeres vagyok 2007 óta. Most egy olyan 5 éves ciklusom van egészen 2012. december 31-ig, ami az ember életében kétszer fordul elő. Nekem most van ez, és lesz utána majd 55 éves koromban. Te már ezt is tudod? Persze, nekem akkor megvan. Akkor mi a kihívás az életedben? Hát akkor te már tudod, hogy... Mert ez csak egy segítség az embernek, persze, hogyha te otthon ülsz és malmozol, hiába van nagyon jó napod, ha nem teszel érte semmit. Az élet csak fölkínál az univerzum egy lehetőség. Hogyha lépsz és csinálod, akkor be fog jönni. Állai voltam, ez teljesen nyilvánvaló. De akkor ezek szerint abszolút ez határozza meg az életedet, a dolgaidat. Ez így van. Abszolút. Nagyon sok minden. Nem akarom most itt ezzel mutatni nézőket, hogy ez alapján döntök. Párkapcsolat. Ugye, hát elváltam ugye tavaly. De mindent, ezek szerint élek, és nem, ez is nem bántam volt? Meg bennem. Ez a kudarc is benne abszolút, volt? Abszolút, és én nekem most kellett váltanom, tehát nehéz ezt így kimondani, én nagyon jó viszonyban vagyok a volt feleségemmel, nagyon rendes ember, és a gyerek is ugye azt látja, hogy apa, anya teljesen normálisan intézik a válást, nagyon szeretjük a gyerekünket tulajdonképpen, nagyon sok minden összeköt bennünket, ugye, és ez is benne volt, így van, jól mondod. Uh-huh. Tehát ezek a dolgok az ember életében segítség, ez a kínai horoszkóp tényleg nekem nagyon sokat segít, és hát én nagyon készülök Londonra. Akkor ezek szerint a horoszkóp szerint, akkor mi bizakodva várhatjuk én ezt abszolút, a én bizakodva várom, de hát ez nem csak rajtam múlik. Jó, de hogyha te ott leszel, hogyha neked jó 5 éved lesz, és akkor te ott leszel, az azt jelenti, hogy sikeres lesz, és az nekünk jó. Ez így van. Na hát akkor ehhez kívánok neked sok sikert, és remélem, hogy a kínai horoszkóp működni fog, mert akkor az biztos, akkor nekünk működik. Is jó a kínai horoszkóp. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és gratulálok a legkupa győzelemhez.